Sta budeš. Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Facepapi, Facepapi, hát köszöntelek titeket újra itt a csatornán, és köszöntelek benneteket újra egy kóstolós videóban, amit újra Gabesszal fogok elkövetni. Sziasztok! Kínai tésztás kajákat, vagy nem is tudom, hogy ez most kínai, valamelyik kínai, vagy tájvani, meg milyen tésztás kajákat fogunk kóstolni. Alapvetően, amúgy, amikor így éhesek vagyunk, és nincs kedvünk főzni, akkor sokszor van az, hogy mondjuk eszünk ilyen, tudjátok, ezek az ilyen tésztalevesek, ez a, bemegyünk és a legolcsóbbat szoktuk meg, vagy nem is tudom, valami 70-80 forintba kerül, és már több videóban láttam ezeket a fajta tésztákat, és gondoltam, hogy miért ne kóstoljuk meg, Gabesz is szeret, én is szeretem, úgyhogy miért ne csináljuk egy ilyen videót. Jelenlegben ez egy kicsit másabb, mert hát nem leves, hanem ez egyfajta tészta, van itt ilyen spagetti is, ez a buldak, ez valami sajtos, ez a fekete, hát csak hogy is van ez. Ez ilyen csípős csirke, van itt ez a sajtosunk, van ilyen, hát ilyen spagetti-szerű valami, ahogy belefénylik. És van elméletek, ez meg ilyen nagyon-nagyon csípős cucc. Ez is csípős, ez is csirke, ízű lenne elméletileg. Ezeket fogjuk megcsinálni és megkóstolni. Szóval most nem ilyen leves, ez csak azért, hogy alapvetően ilyenek szoktak itthon lenni, és akkor ezeket szoktuk megkóstolni, de most nem ezek lesznek, hanem ezeket a tésztákat fogjuk elkészíteni. Amennyire láttam, igazából mindegyik ugyanaz, benne van a tészta. A tésztát le kell önteni forró vízzel, és utána megpuhult, le kell szűrni, tehát nem kell hozzá már a víz, hanem csak maga a tészta, és van még elméletileg benne ilyen mindenféle öntetek, meg szószok, és ezekkel kell összekeverni magát a tésztát, úgyhogy ezt fogjuk csinálni, kibontogatjuk, megnézzük, hogy mik vannak benne. Még soha nem ettünk ilyet, igaz? Nem kóstoltuk. Hát én ezeket nem tudom, hol mennyibe kerül, ezek ilyen 400 forintos tészták, meglátjuk, hogy sikerül, úgyhogy kezdjünk is bele. Elméletileg mi azt láttuk, vagy úgy néztük, hogy ugyanolyanok a tészták, amit ki fog derülni. Egy tészta. Nem fogja, tényleg tészta elmúlt. De ebben van egy ilyen folyós spicy, meg még egy két csípős valami van benne. Nem sikerült? Jó, semmi baj. Parancsolj! Ebbe is. Ma mi nem látod végig tudom. És most szemlek szerintem. Ebbe kettő van, ebbe is kettő van, igen. Sőt, három zöld van benne. Azt mondja, hogy van itt ilyen olaj. Ez. Vega olaj, növényolaj. Azt mondja, ebben van a sajt, uh-huh. Úgy látom, és akkor... Na, ez nem tudom, ezek valami dolgok, nem tudom, hogy aha, mi lehet. Jó, akkor ezt így, és akkor ráteszünk, hogy tudjuk, hogy melyik melyikhez. Parancsolj. Így. Kíváncsi leszek, milyen lesz. És hát nagyjából ugyanaz, mint egyébként a piros, két csípős cucc van benne. Ugye ez is ugyanilyen, ebbe is ilyen, ez ilyen folyós aha. Lép, meg
Jó. Na srácok, a tésztával meg vagyunk, szóval forró vizet ráöntöttük, és most ez így egybe a négy adag tészta. Megfogult mind, úgyhogy elméletileg, tehát remélem, hogy nincsen benne már kemény rész. Gabásszal azt beszéltük, most akkor itt vannak így külön tálakba, beletettük, hogy melyik ízűhöz melyik ilyen plusz adalékok tartoznak. Megpróbáljuk nagyjából a negyedét kiszedni, majd mindig ebbe a másik tálba, és akkor úgy összekeverjük, aztán megkóstoljuk, de van még valami kis pikantéria. Vettem evőpálcikát. Legyünk stílusosak. Na, akkor megpróbálom nagyjából ugye a negyedét kiszedni. Na, jó van. Ebből jó bénázás lesz, de nem baj. Nem baj, jó lesz ez. Azért így csináltuk, mert így egyszerűbb volt egyben a négy tésztát megcsinálni. Akkor hogy szóval, hogy fogunk menni? Vagy legalábbis én, hogy fogok. Na. Hát, az így kb. A negyed, nem? Hát igen. Addig ide teszem. Na. Melyik? Melyikkel kezdjük? Szerintem a csípőst hagyjuk a végére. Azt hagyjuk a végére, igen. Aha, jó, akkor kezdjünk a spagettivel. Aha, jó, az jó. Na, azt mondja, hogy van itt, egyszer ez az olaj. Szerintem kezdjük az olajjal. Oké. Ez lesz... Mondjuk ezeket úgyis csak mindet rá kell tenni aztán. Ez lesz a sajt, vagy nem is tudom igazából. Ez egy kis olaj. Ez valami fűszer. Igen? Aha. Hát ez is sem. Né? Jó illata van amúgy. Igen. Mindenki is. Szagolcsokon? Hogy tudom elmutatni? Megyünk a kezem tiszta. Ilyen, nem is tudom, hagyma, olyan, mint a hagyma lenne. Hagyma darabok. Ezt rágórom. De fura! Barna ott. Mutasd! Ilyen. Jó, nem? Mi ez? Minek van ilyen illata? Nem tudom. Te fura. Mint a föld lenne. Igen, én is azt mondtam először, hogy... Mint egy ilyen föld lenne. És akkor ezt így össze kéne... Kavarni. Már kezd alakulni a színe. Valahol így most sok jutott. De... Átforgassuk. Bocsi. Olyan... Jó egyébként, csak igen, olyan... furcsa. Olyan, mintha kicsit odakoznált volna valami. De finoman. Ne kóstoljuk meg. Hú, kicsi. Kóstod meg, húzd oda, és akkor aztán meg ilyen. Így ne kell magad. Olyan, mint hogy a sült hagyma lenne odaégetve. Egyébként hagyma időm. Nem lenne rossz, de még ez még valami kéne, meg így egy kicsit száraz. Lehet, hogy mi rontottuk el. Jó, mondjuk azt látom itt a képeken, hogy tehát lehetne ezt úgy, hogy sütsz egy kis csirke mellett, és akkor úgy ezt a forgatod, de hát most alapvetően, amikor veszel egy ilyet, bent akár melóba vagy itt van, akkor pont azért veszed, mert nem akarsz főzögetni, már a legkevesebb lenne a rizs tésztát. Olyan, mint az újraégetett. De egyébként nagyon finom.
Ja. Nekem ez annyira nem jön be. Elmegy kategória. Na. Lehet egyébként azért, mert nem tudom, valahova sok lett ezt a vaját. Lehet, igen. Hogy azért. Most vegyél innen ezt a... Én már nem kérek. Na, oké. Okay. Jó. Menjünk tovább. Akkor most jönne ez a elmetek sajtos. Igen. Na, így. Hát ott a nyílt, tudom. Így, felé. Jó? Ja. És akkor most le. Meg lesz mindjárt, jó? Jó. Csak egy kicsit kéne meg. Babot is kéne enni néha. Jó, mi? Kérem a szét! Miért a csodatésztel vagy egy szíves, jó? Jó. Nem jön szét. Csak azok voltam. Ó! Mint a leklár. Egyszer. Az mi? Az a sajt vagy? Aha, tehát a talán egy sajt van. Nem igen. Jól néz ki. Ezzel keverjük, kavarjuk. Sajtos. Na, kóstolj! Oké. Okay. Most kérdődni? Én sem tudom, hogy kell. Mm. Jó. Persze, körüljél bele. Kösz. It's corona time! Micsoda? Nagyon jó. Rossz? Nagyon jó. Mások. Nem bírom a csípős. Csíp, rendesen van. Nem hoztam úgy, de... Hú! Hú! Viszont még erősebbek lesznek? Na jó, hogy bajba leszünk. Tessék. Na, szerintem adhatsz még. Itt van. Kösz. Durván lesz. Ah, pot, az már végül, pot. Ja, hát ezt a szeplet tettük elolvasni. Nem, nekem nem rossz az íze. Nem úgy, de... Hú. Na jó. Menjünk tovább. Nem menjünk. Na, szóval kivégeztük a
Mi volt ez? A Csabetti. A Csabettit kivégeztük, ez volt a hagymás. Most volt a sajtos, azt is kivégeztük. Csípős sajtos. Ő is kivégzett minket. És maradt a két elméletek. Elméletek, ha jól láttam, talán ezek a csípősebbek. Igen. Na mindenki kavarja be, jó? Ez is... Ezek mind a kettő csípős csirke, mind a kettő. Mindegy, én már kezdenem. Szerintem mindegy. Okay. Az igen. Ez kettő. Meg kétféle van ehhez is. Egy kis szezámmag. A szezámmag utcából, mert még valami, nem tudom. Úristen! Akkor vérem. Abba is kár ugyanazul. Összekeverjük. Oh. Az a csípősebb, ugye? Igen. Az a legesleg csípősebb. Hát erről láttam már videót. Igen? Hogy így eszik. Aha, de hát. Mi volt? Túlélték. Egész jól néznek ki egyébként. Hát ennek hasonló illata van, mint a sajtosnak egyébként. Na hajrá. Azt mondtad, hogy ki akartál jönni, csak már próbálni ebből is, nem? Igen. Itt a lehetőség. Az. Éljél vele. Légy kemény! Sajtos csípesebb lett volna. Majd a végére megjön, hol a víz? Hú! Megjön, az megjön. Ez is ilyen, nem is tudom, ilyen, mint az a hagymás íz lenne, nem? Csípőssel. Mint egy kis, de kettő keveréke lenne. A... Ha. Szépen beágyazódott a csípős érzés. Nem még itt egy kis csípős van. Nézzük ezt. Na, egy picit hagyjuk. Nem. Túl akarok lenni, aztán nem bírom. Nehogy már. Húzsázok! Ez nagyon kemény. Ha! Szabad kívülni, ha bacsi! Azt a büdös!
Jaj. Azt a mindenki megint. Jó, van, menjünk lassan, mert most sokaszunk. Na, srácok! Hát nem igaz. Anyám, meg ide! Tessék. Na, srácok, hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebbe a kéne egy tésztát kóstolós videóba. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel! Sziasztok! Szevasztok! Ciao, 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 ciao! Menjünk most akkor!